Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Akárhányszor szóba kerülnek az üzemanyagárak, sok kommentelő meg ismerős mindig megmondja, hogy nekem autóm sincs, mit érdekel engem, hogyha drága a benzin. Na most az a probléma, hogy a kenyér meg az összes többi alapvető élelmiszer sem a saját lábán sétál el a boltba, úgyhogy bizony mindenkit érint, hogy mennyibe kerül az üzemanyag. De mennyibe kerül valójában, és mik azok a piaci folyamatok, amik megszabják az üzemanyagárát? Ennek fogunk neki venni, előtte viszont iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is. Érdemes a kitermeléstől kezdeni. Régen ez koncessziós alapon működött, vagyis az adott olajcég megvásárolta a kitermelés jogát az adott országtól, diktátortól, sejktől, hadúrtól, megfizette a megfelelő embereket, ment a korrupció a megfelelő helyekre, és már indulhatott is a pénzpumpa. Manapság már viszont inkább a vegyes vállalati modell a jellemző, vagyis az adott cég a nemzeti olajvállalattal alapít egy vegyes vállalatot. Nem véletlen ezek a világ leggazdagabb országai, és a háborúk is jellemzően olaj, vagy hát legalábbis nyersanyag központúak, véletlen mindig annak az országnak kell egy kis demokrácia export amerikai részről, amelyiknek sok a kőolajtartaléka, meg hát orosz részről is ott szeretnek nácitlanítani, ahol mondjuk sok-sok szén van. A költségek már nagyjából a kitermelésnél is felmérhetetlenek, hiszen ez függ az olajmező méretétől, a kitermelés helyszínétől, a geológiai környezettől, a mennyiségtől, meg még jó pár szemponttól. Vannak például olyan területek, ahol úgynevezett gázsapka alakul ki, ami ilyen szódásszifon módjára, amikor megtörténik a fúrás, egész egyszerűen kinyomja az olajat a felszínre. Itt viszonylag egyszerű dolguk van a kitermelést végzőknek, viszont van, hogy nincs gázsapka, ilyenkor bizony szivattyúzni kell, tudjátok, vannak azok a jellegzetes bólogató kutak. A legutolsó az olajpala, ami hát nem koncentrált olajat, hanem a földkérekben szorványosan jelenlévő olajat jelenti, és ezt nem mindig éri meg kitermelni, de vannak olyan piaci körülmények, hogy bizony még a morzsákat is megéri összeszedni. És vannak olyan természeti károk is, amelyekkel szintén számolni kell. Például leég a Deepwater Horizon, és elkezd szabadon felbugyogni a kőolaj, akkor ott bizony kármenteni kell. Vagy például megfeneklik az Exxon Valdez, és töménytelen mennyiségű nyersolaj ömlik be a tengerbe. Ezekre az olajcégeknek biztosítása van, ami hát szintén komoly költség. Mellesleg, ha legközelebb valaki betámad azzal, hogy mennyire nagyon káros a lítiumbánya, ami ugye az elektromos autók akkumulátorához kell, akkor például mutasd meg nekik ezt a festői kazah olajkitermelést. A szállításnak is van amúgy költsége, meg a lepárlásnak is, viszont a kőolaj ebből a szempontból egy szerencsés termék, hiszen tulajdonképpen a lepárló tornyokban ugyanazt a hulladékanyagot égetik el, ami a kőolaj feldolgozása során keletkezik, vagyis a hulladékot visszaforgatják a termelési folyamatba. A kőolajnál a lepárlási költségek amúgy jól kalkulálhatók, ráadásul sok vegyület van jelen, így lehet játszani a különböző szabványokkal, lehet 95-ös olcsó benzin, vagy 100-as tátos benzin, egy kicsit nagyobb ráfordítással, lényegesen nagyobb profittal. Viszont a termék ára elszakad a termeléstől és a befektetett munkától, mivel az olajipar nem egyik napról a másikra működik, hanem jó előre le kell kötni a kapacitásokat. Ezzel a kereskedők tulajdonképpen biztosítják magukat. Így ez egy tőzsdei termék, viszont megint változhatnak a költségek, hiszen bejátszhat a spekuláció, a piaci helyzet, a politika, meg még sok egyéb dolog. És ez egy nagyon-nagyon összetett gazdasági gépezet, ahol egy aprónak látszó gazdasági probléma is fennakadást okozhat. Mondjuk leég egy finomító, beüt egy szuezi válság, emiatt a tankhajók csak egy hatalmas kerülővel tudnak szállítani, mondjuk egy olajkitermelő ország nukleáris fegyverekkel fenyegetőzik, ezért embargót hirdetnek ellene, bár azért ezeket meg lehet kerülni. Vagy olyat is láttunk már a történelem során, hogy a legnagyobb olajkitermelő országok összefogtak, és egész egyszerűen felverték a kőolajárát. Érdemes visszagondolni mondjuk arra, amikor tavaly a sveháti finomító nem indult újra a karbantartás után, csak néhány hónap késéssel, az hogy kibillentette az eleve nagyon viharos piaci légkörben lévő olajipart. Magyarország különösen érzékeny ezekre a körülményekre, hiszen nem rendelkezik komoly forrásokkal. A hazai kitermelés csak kis részét adja a felhasznált mennyiségnek, mindössze ilyen nagyjából 15%-ot. Ott van még az adriai kőolajvezeték, ez is ad némi szabadságot, hiszen a tankerokkal odaszállított, majd a vezetékekbe táplált kőolajjal lehet bazírozni valamennyire a stabilitásra és a függőség mérséklésére. A lényeg viszont a drúzsba, vagyis a barátság kőolajvezeték, ami a tőzsdei árnál ugyan valamivel olcsóban adja az olajat békeidőben, viszont a közelmúlt eseményei miatt a magyar állam 95%-os különadót vetett ki erre az árkülönbözetre, vagyis tulajdonképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. És ugyan a barátság kőolajvezetéken beérkező olajárát is befolyásolja a piaci ár, de békeidőben jellemzően jól járunk vele.
Ellenben háborús helyzetben mindenki biztosítani akarja az ellátást, ami felvegye az árakat, sőt, még a régió politikai destabilizációjának is lehet eszköze a csövön lévő csap. Tehát, ha mondjuk az olajat adó ország leckésztetni akarja a vevőt, akkor csak korlátozza a szállítást. Mondhatnánk azt is, hogy drúzsba vagyunk kötve. És itt jönnek képbe a szankciók, vagyis, hogy miért lett nálunk a legdrágább a régióban a benzin. Na most nálunk a felhasznált finomított kőolaj származékok 70%-a az hazai termék, tehát itthon finomítják, 30%-át viszont importálják. Na most Magyarország kapott egy átmeneti felmentést a szankciók alól arra a kőolajra, ami a drúzsba vezetéken érkezik, viszont a régió finomítói, akiktől mi vásárolunk, tehát mondjuk Szlovákiából, meg innen-onnan, ők nem kaptak felmentést ezek alól a szankciók alól, és egész egyszerűen az ő termékeiket nem tudtuk importálni. Hiszen az orosz eredetű kőolaj termékeknek az exportjára náluk már kivetették a szankciókat. És önmagában a 100 halombattai kapacitás kevés volt. Viszont most látható egyfajta enyhülés. Az egyik oka ennek az, hogy kivezették az árstoppot, ami most nem kezdünk bele, mert nagyon-nagyon messzire visz. A másik meg az, hogy a piac új importforrásokat talált. A legvitatottabb kérdés talán az, hogy Oroszországnak ártanak-e a szankciók. Na most, olajipari oldalról vizsgálva, az általam megkérdezett szakértő azt mondta, hogy Oroszországnak a szankciók nem jók, hiszen vannak új piacai, mint mondjuk India és Kína, de oda nagyon drága szállítani, hiszen nincs kiépített vezeték, és csak hajózás útján lehet odavinni lényegesen kisebb mennyiséget, és nyomott áron veszik csak el, hiszen egy 60 dolláros maximált árat vezettek be az orosz kőolajra. Megkérdeztem a szakértőt, hogy mi a véleménye a magyarországi trendekről, hiszen jól látható, hogy az utóbbi hónapokban enyhén, de folyamatosan csökken a benzin és a gázolaj ára. Na most azt mondta, hogy ő csak egy-két hónapra tud nagyjából jósolni, és ez sem nagyon biztos, de azt mondta, hogy ez az árcsökkenés le fog lassulni, majd hamarosan le fog állni, és marad pár forintos ingadozás a forint árfolyam miatt, és vélhetően marad az árszint a nyári hónapokban. Nagyon fontos kiemelni a forint árfolyamot, hiszen a Brent olajat azt hordonként nagyjából jelenleg 75 dollárért értékesítik, és amikor megvásároljuk, akkor nem mindegy, hogy 420 vagy 360 forint a dollár. És most, hogy tudjuk, milyen piaci szempontok befolyásolhatják a kőolaj árát, most nézzük meg, hogy hogy áll össze Magyarországon 1 liter benzin és 1 liter gázolajnak az ára. A benzin és a gázolaj árában vannak arányos és fix elemek is, ezért ez változhat, nagyon nehéz pontosan megállapítani, meg aztán van rengeteg-rengeteg olyan tényező, hogy most franchise kútról van szó, vagy családi kézben lévő kiskútról van szó, ami befolyásolhatja az árat. És ott van még az EKR, ez például az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ez egy uniós szabályozás, hatékonyabbá kell tenni az energiafelhasználást, és Magyarország a piaci szereplőket kötelezte ezeknek a projekteknek a finanszírozására. Szeretném megmutatni szemléletesen, hogy hogyan épül fel az üzemanyagok ára, ezért elhoztam ezt a két mérőedényt, egyet a benzinnek, egyet a gázolajnak, és alapul vettem a 2023. május 16-án érvényes üzemanyagárakat, vagyis hogy 1 liter benzin 557, 1 liter gázolaj pedig 542 forintba kerül. Az nyilvánvalóan senki számára nem lesz meglepő, hogy az üzemanyag ára elég durván terhelt adózás szempontjából, tehát jól látszik azt, hogy 1 liter üzemanyagból 315 forint az a költség, amennyibe a benzin valójában kerül. Na most ezt még nyilván lehetne tovább bontani, hogy mennyi a kiskereskedelmi ára és mennyi a nagykereskedelmi ára is, viszont ez egy rendkívül összetett és akár kutonként eltérő dolog is lehet, ugye ahogy arról beszéltünk, teljesen más költsége van egy nagy franchise kútnak, mint egy kis családi vállalkozásnak, egy autópályás 024-es kútnak, vagy egy rövidebb ideig nyitva tartó kútnak, de mondjuk azt, hogy a jelenleg elérhető információk alapján az 557 forintos benzinernél az adók és különböző járulékok nélküli üzemanyag az ennyi, tehát 315 forint. Az első költség, ami rájön, az a jövedéki adó, ami 120 forint. Ugye bele is töltem, hogy láthatóvá váljon. Tehát az 1 liter üzemanyag árából, amit most rátöltöttem, ez a költség már bizony állambácsinak megy. Ahogy állambácsinak megy az áfa is, 118 forintért 557 forintos benzinárnál. Így,
még van az úgynevezett MSKS díj, ez a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség díja, ez a benzin és a gázolaj esetében is 4 forint, megpróbálok annyit rálőttyinteni. Hopp! Legyen mondjuk ez a 4 forint. Tehát jól látszik, hogy hogy épül fel az üzemanyag. 1 liter üzemanyag erreból, ami kis látványos benzines infografikánkon, fél liter, valamivel több, mint fél liter az üzemanyag valósára, és a maradék az pedig mindenféle járulék. Ahogy szó volt róla, május 26-án, amikor elkészítettem a vonatkozó jegyzeteket, 542 forint volt 1 liter gázolaj, ebből a gázolaj költsége, tehát mire odaér a kútra, és már rajta vannak a vonatkozó árések, az 313 forint. Na most, ugye nyilván ezen is van jövedéki adó, viszont csak 110 forintnyi. Ez a gázolaj jövedéki adója, és hát nyilván áfát is kell fizetni. A gázolaj áfája az pedig 115 forint, és erre is rá kell lötyenteni a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a díját, ami 4 forint. Ez nagyjából annyi. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a szemléltetés itt most nagyon leegyszerűsített, és nagyon sok tényezővel nem foglalkozik, csak a nagyságrendeket szeretném megmutatni, mert még egyszer mondom, kutonként, vállalkozásonként eltérő lehet az, hogy hogy épül fel az árés, akár kiskereskedelmi, akár nagykereskedelmi vonalon. Csak azt szerettem volna megmutatni, hogy lássátok, hogy milyen brutál magas az üzemanyag adótartalma. És egy nagyon érdekes kérdés a végére, amit mindenki foglalkoztat, aki jár benzinkútra. Miért van az, hogy most éppen a benzin drágább, mint a gázolaj, amikor ez fordítva szokott lenni? Na most azért, mert Európában még mindig nagyon sokan használnak fűtésre gázolajat, és mivel az orosz gáznak a helyzete az meglehetősen kétséges volt, tehát ugye nem tudtuk politikai okokból, hogy lesz-e, mennyi lesz, ezért nagyon sokan betárasztak gázolajból, nyilván állami szinten is. Csak aztán jött egy meglehetősen enyhe tél, és nem gyűltek le a tárolók. Tehát most az van, hogy nagyon sok felhasználható gázolaj van, ezért ennek visszament az ára. Ugyanakkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy ősszel el fog kezdődni a mezőgazdasági és betakarítási időszak, amikor viszont majd a gázolajra lesz inkább szükség. Akkor valószínűleg ki fog egyenlítődni az ár, vagy hát visszaáll a megszokott jellemző, hogy valamivel olcsóbb a benzin, mint a gázolaj. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és igyekszünk a közeljövőben is kitárgyalni valamilyen érdekes az autósokat érintő kérdést.